Hányszor kértelek, javulj meg, fiam, bendegúzd, mert előbb-utóbb elvisz az ördög. Az egy érdekes felvetés egyébként, amit Pulsanyi mond, hogy képzeljék azt, hogy Lipták a csatár és Koulibaly a védő ebben a szituációban, és akkor mi a helyes ítélet? Akkor mit kell ítélni? Jobbics 11-es. Mondjatok nekünk egy top olyan játékost, vagy kettőt, de elég egy is. Nekünk ilyen nincs.